Tisztelettel köszöntöm Önöket. Pulitzer emlékdíjas, Karinti Gyűrűs, és azt gondolom, hogy hajdanában egy ország emlegette a poénjait olyan szállóigeszerűen, hogy így van-e most is? Hát például majd ezt is megtudjuk tőle mindjárt. Nagy Bandó András, 75 éves író, humorista. Már középiskolásként karikaturistaként dolgozott, majd amatőr színészként váltott a színpadi humorra. 1982-ben lett a Magyar Rádió fődíjasa a Humorfesztiválon és a Mikroszkóp színpad tagja. A rendszerváltáskor létrehozta az ország első hajléktalan szállását. Később polgármester volt Orfűn, és 2014-ben az LMP képviselőjelöltje. Több mint 50 könyve és 10 vers CD-je jelent meg. 75. születésnapja alkalmából 3 órás önálló estel ünnepelt. Hát és még hány órányi lenne? Csak most nézegettem a YouTube-on, hogy mennyi ested van felrakva így úgy darabokban egészében. Hát rengeteg órányi anyag. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy hívtál, és annak is, hogy még mindig nézegetik, meg hallgatják, amiket mondtam, és ráadásul olyan aktuálissá lettek, hogy én magam meglepődöm néha, és együtt mosolygok magammal, aki ott áll a színpadon. Ha nem mondok róla semmit, ha nem mutatunk ilyen módon be, hanem így megjelensz. Ugyanúgy megismernek még, mint mondjuk megismertek 25-30 évvel ezelőtt? Ezt hogy éled? Az idősebb korosztály, igen, meg a hangomról, ha valahol vagyunk, és megszólalok, akkor az orgánum azonnal azonosít, ez az én védjegyem, ha lehet így mondani. Ismerős maradt sokak számára, a hangot maradt a fülben. Másrészt a fiatalok közül azok, akik mondjuk a 30-40 éves korosztályt jelentik, még megismernek, mert a szüleik révén tudnak rólam meg. Hallgattak, néztek, és a fiatalabbaknál pedig kiprovokálom, hogy megismerjenek. Ugyan? Hát, hogyha való bent vagyok, és látom, hogy úgyse ismer meg, akkor valamit mondok, valami olyat, hogy lehet, hogy maga nem ismer meg, de nekem olyan jól esik, mint mikor egy fiatallal találkozom. És volt, aki rákeresett rögtön a telefonján. Ja, tudom, és akkor majd helyén volt. Szóval a legfiatalabbaknak valószínű már keveset mond a nevem, vagy az életem, de ami jó, hogy a gyermekeknek írt versek kapcsán, azért az utóbbi 20 év úgy telt el, hogy akik akkor már gyerekként olvasták a verseimet, vagy azóta is olvassák, az egy új generáció az életemben, és ha többre nem, remélem többre is, de arra jó, hogy gyerekeknek is írtam verseket meg. Hát lehet, hogy nekik a kocka-ucka már semmit nem mond, viszont a Tücsökbanda meg igen. Igen, például. És az egy másfajta további, és az fontos, hogy ismerjenek? Hogy, vagy nem is az, hogy ismerjenek, hanem hogy tud, hogy megmaradnak a dolgaid? Azt tudom, hogy minden múlékony, tehát főleg olyanoknak az élete, akik csak szerepeltek, tehát nem maradt más nyom, legfeljebb fölvétel. De ha most visszagondolok, hogy számomra Tímár József még mennyit jelentett az ügynök halálában, ezt egy fiatal már nem úgy éli meg, vagy azt se tudja, hogy én kire gondolok, amikor őt emlegetem. Tehát az nem baj, hogy a római hadvezérek mellett ott ment a szolga, és mindig elmondta, hogy halandó vagy, ne feledd, és ez valahogy a mi mellettünk lévő nem létező szolga is odasúgdossa néha. És ez a halandóság közben a halhatatlanságért is kaparunk, hogy legalább addig, amíg az a generáció él, aki engem még ismert, az őrizzen meg a szívében, a lelkében, vagy emlegessen föl, hogy aztán ez a halhatatlanság mennyire lesz hosszú, az azon is múlik, hogy letette az ember valami konkrétumot az asztalra. Én nem csak olyasmiben gondolkodom, hogy az életmű, ami mögöttünk van, hanem valami effektív, ami fontos. Az a kínai mondás gyakran szerepel az én gondolatomban, hogy akkor lesz férfivel férfi, hogyha már ültetett egy fát, nemzett egy gyereket, épített egy házat, írt egy könyvet, és részt vett egy háborúban. Na most, ha ez nem is mind jelentkezik, de a végén odáig fajult a dolog, hogy még egy háborúban is idézőjelben, de részt veszünk. Ez hiányzott a legkevésbé. Legkevésbé, igen. Ha már emlegeted a halált, te
beszélgetsz Perelsz a halállal az utolsó könyved végén. Igen. Foglalkoztat? Annyiból foglalkoztat, hogy ezért is kapta a könyvem ezt a címet, hogy mögöttem az élet, mert 75 évesen kell annyira okosnak lenni, hogy tudjam, hogy a nagyobb része már mögöttem van, és azért a másik 25-ért kaparok most, ami még úgy gondolom, hogy előttem van, hogy aztán ezt mikor szakítja meg ez a számunkra nem túl sok jót ígérő halál, azt nem tudom, de mivel eljutottam 75-ig, és tudtam egy olyan leltárt csinálni, ami az eddigi életművemet összesíti, összegzi, vagy ugyanígy a humorista életmű is 65 évesen már egy kötetbe került a egyedülállókba. Tehát csinálni, készíteni tudtam egy leltárt, ezért most már csak az nagyon idézőjeles, de olyan szempontból foglalkoztat leginkább, hogy minél tovább képes legyek, alkalmas legyek arra, hogy megmaradjak, mert ennyivel tartozom a családomnak, a teljes családomra is gondolok, de most szűkítsük le oda, hogy a feleségemnek, a kislányomnak is, mert hát szükségük van rám. Tehát a megmaradás az egyrészt azért fontos, hogy ez az egyszeri élet van, hát töltsük ki, ameddig csak tudjuk. Küzdesz ezért? Úgy küzdök, hogy mindent megteszek, ugyanakkor egy sztoikus nyugalom is van bennem, hogy mivel épp nemrég szintén ebben a új kötetemben írtam meg, amikor elment Andi Lajos barátom, hogy mint egy kerítés létsz sor, amely közül már egy-kettő kipottyant, kilőttek közülünk barátokat, lassan már csak a tartóoszlopok maradnak meg, hogy tudomásul veszem azt, hogy a korom szerint dolgozom is érte, de az kész csoda, hogy 75 évesen még itt vagyok, és ráadásul célokkal, elképzelésekkel, ötletekkel mindig újba kezdek, és a többi. És azért csoda, mert mostanában többen mentek el olyanok, akik vagy velem egy évben születtek, vagy korosztályon beliek, és még úgy gondoltuk, hogy ők még itt lesznek velünk. És ezzel így szembesülni csak úgy lehet, hogy nem dramatizálom, de számításba veszem azt, hogy ez a folyamat mindannyiunk életében egy zárással véget ér, de nem, nincs bennem félelem, ahogy Márai mondta, nem a halál a probléma, hanem a meghalás. Minap halt meg a házi orvosom volt, Antal András, aki még a szülinapi estemen ott volt, hétfőn már nem volt ott, és azt mondták, hogy szép halála volt, mert hazait leült a székre, és reggel úgy találták. Szép halál. Hát Bitó László barátom, aki az eutéliát, eutanáziát több könyvében is boncolgatta, meg tudta mondani, vagy el tudta mesélni, mi a szép halál. Vagy például jártam Polccal lennél, amikor a Sosem volt Toszkánát elvittem neki dedikálva, és már ott volt a ravatal fölkészítve a jövőre, akkor már tudta, hogy rákos. Hogy az, aki be tudja építeni az életébe a végét is, annak ez nem jelent problémát, tehát úgy tudom kezelni, hogy persze, hát nem lesz ez jó senkinek és se, de... Hihetetlen ilyen elfogadással beszélsz erről. Szinte sztorizva, hogy mások ezt hogy csinálják, tehát egészen fura, miközben idén volt a harmadik beültetés. Igen, tehát a pacemakert újat ültettek Az ember ilyenkor azt gondolja, hogy biztos van egyfajta tartás, egyfajta félelem, te meg hát voltaképpen ilyen derűsen mesélsz. Nézd, sokaknak mondtam, mert amikor ezt a könyvem olvasgatták, akkor mondták, de miért írsz mindig a haláról, minden? Mondom, minden könyvem erről szólt, az élet való véget ér, és ez még a görög bölcseletből indul el, hogy filozofálni annyi, mint élni tanulni annyi, mint halni tanulni. Na most, ha ezt nem tanuljuk meg, attól még bekövetkezik, de tanulni. Például a Sosem volt Toszkána főhőse, Halász Boldog, az számomra példaként lett megírva, hogyha akármilyen helyzet is van, azt az utolsó három hónapot úgy kell élni, hogy
azzal a példával, amit Halász Boldog adott. Ezt néhányan az olvasóim is elmondták, hogy mennyire írtad bele magad. Hát persze, hogy beleírtam. Egy kicsit én vagyok Halász Boldog. Tehát foglalkoztat, de nem akarom dramatizálni. Éppen azért, mert akkor van egy olyan fajta félelemmel élés, ami nem adja azt az örömöt, ami nekem most a 75 évem öröm. Egon, én idefelé jövet, azt fogalmazgattam magamban, és biztos voltam benne, hogy erről is beszélgetünk, hogy én most egy boldog, fiatalosan gondolkodó, lelkileg teljesen helyén lévő pali vagyok, aki a 75. évében se panaszkodni akar, hanem megmutatni azt, hogyha úgy vagy képes élni, hogy van célod, vannak örömeid, van egyfajta lehetőséged, hogy kibontsd a tehetséged, a tudásod, van még igényem arra, hogy olvassak, és jó a szemem még, ha szemüveggel olvasok is, arra, hogy olvassak, töltődjek, és ezt kibontsam magamból, akkor én most is úgy élek, sőt aktívabban, mint régen, ráadásul nem kell elmennem egy munkahelyre, ahová reggel ekkor kell kelni, akkor kell odaérni, este rohanni, tehát egy olyan fajta könnyedsége van most az életemnek, azzal, hogy leülök festeni, hogy egész nap olyasmit csinálok, ezt én aktív meditációnak hívom, ami alatt gondolkodhatok. Tehát én ellentétben kell érdezsővel, hogy mondj egyet az öregkor öröm. Én sokat mondok, és amit most soroltam, ez a sok benne van. Hát ez a beszélgetés, ez most ér véget. Mindent elmondott Nagy Bandó András, amit kérdeztem. Nem hiszem, ezt nem hiszem. Persze, hogy nem. Az, hogy írtál 50 könyvet itt, hát mondjuk 20 év alatt. Gyerekkönyvet, felnőtt könyvet, regényt, verseket, mindenféle. Az... Vannak írók, akiknél 2-3 életmű, amit ilyen szinte megszállottan, bocsánat a kifejezésért, nem pejoratívan mondom, összeírtál az elmúlt 20 évben. Igen. Te magad a saját írói életművedet hova helyezed? Hogy látod magad íróként? Én csak kibontottam magamat. A gyermekeknek írt verseimről mindig elmondom, hogy annak ellenére, hogy Halászutkától Kalákáig velük én énekelem, Szélkiáltótól énekmondókig, Tamás Évától az Alma Együttesig sokan éneklik, és ott vannak tankönyvekben is. Én a verseimet úgy értékelem, hogy lépcsők, amelyek elvezetnek Vörös Sándorig, Radnótiig, Adiig, és ha valaki ezen nevelkedik, akkor el tud odafelé indulni, és oda tart. Ez milyen szép lépcsősor. Ez szép. Ez jó kép. Hát most kaptam meg a református kiadótól az újabb olyan olvasó tankönyvet, amiben szintén vannak verseim. Na most egy oldalon az én versem Vörös Sándorral és Zelk Zoltánnal, a másik oldalon, ez... Hát olyan megható még most is, hogy kibontottam és kinyitottam a könyvet, hogy ez már ilyesmiért is megérte. Egy. A másik, hogy amikor az András könyvét megírtam, és a hitről, vallásról, életről, halálról, épp a Hankis egyik tévéműsorból született könyvének olvastán kezdtem el ezt a könyvet írni, és ki tudtam bontani magamból azt, hogy hogyan gondolkodom, azaz mi a viszonyom Istenhez, Jézushoz, valláshoz, hithez. Ezt tisztázni és könyvbe tenni, ez számomra akkor a legfontosabb volt, amit tehettem. Ez 2001-ben vagy 2002-ben. Ez egy 20 éves munka. Igen, igen. Változott azóta benned az Istenkép, a hitedhez való kapcsolat? Nem, én továbbra is ugyanúgy gondolkodom. Jézusi alapból indult a dolog, én Jézus követőnek vallom magam. Ahogy ő mondta, hogy én és az Atya egyek vagyunk, én ugyanígy gondolkodom, márpedig ha így van, akkor bennem él az én Istenem, és kifejezetten a saját Istenem, az enyém. Ahogy Pascal mondta, holtaknak nincs Istenük, ha én meghaltam, ez az Isten velem hal. De egészében a mindenhatóság, a feljebb való, az örökké való, az egy folyamat.
azt nem lehet kívánni, én csak az én Istenemet csippentettem ebből, és továbbra is úgy gondolkodom, és Hank is azt írta az előszavában ez a könyvhöz, hogy pár száz éve ezért engem még megégettek volna. Én meg úgy gondolkodom, hogy lehet, hogy igen, de lehet, hogy mégse, mert amit én kibontottam, még Vankó Zsuzsa, a vallástörténész és tanár is elismerően beszélt róla, együtt ültünk TIT előadáson egy jó, kellemes beszélgetéssel, ajánlotta az egyetem olvasóinak is, tehát jó az irány, amiben gondolkodom, és ezt meg is tartom, és ahogy az egyik olvasóm írta, hogy hát te nem tudod, hogy őt már tudományosan is bebizonyították, hogy van Isten, és erre azt írtam neki, akkor mostantól kiben hiszel? Mert a hit a legfontosabb, és hozzáteszem mindig, hogy a pápák se azt mondják, hogy hidd el azt, hogy van Isten, hanem azt mondják, hogy erősíts meg Isten hitedet. Én pedig mindig megerősítem, én a reggel fölébredek, tényleg hálát adok gondolatban, hogy még élek, hogy letettem a lábom a padlóra, fölültem az ágyon, és itt vagyok. Ez egy nagyon fontos része annak, hogy az, akiben én hiszek, az engem megsegít, nélküle valószínű, hogy kevesebb lennék, talán élni se tudnék, de magával a vallással hadilában állok, az egyházi fölépítéssel. Tulajdonképpen Jézus azért született, hogy ne az legyen, ami lett, és ezért tanított, hogy ne az legyen, hanem olyasmi legyen, ahogy én gondolkodom. Na ez a hit. Ez a, na, hit. Ez a hit. Igen, igen. Amit igen. Most itt mondta, ez az utolsó mondat, ez a hit. Viszont én kérdeztem közbe, és vittelek el másfelé, ugye ott tartottunk, és a Toszkána könyvedet említetted, és annak főszereplőjét, mint egyfajta saját mintádat, példázatodat, amiben te magad igen. is benne vagy. De az egy, ez egy nagyon komoly bestseller volt az a könyv is. Akkor, amikor az ember ír egy sikerkönyvet, azt gondolnám, hogy elkezdi keresni a helyét a Parnasszuson, hogy hát most akkor én ezzel itt hol tartok, és azóta írtál nagyon-nagyon sokat. És én erre gondoltam, amikor kérdeztem eredetileg, hogy hova helyezed magad? Te hogy látod a saját eddigi életművedet, ami hát nem egy lezárt életmű, hát most is írsz. Igen, egy barátom azt mondta, hogy ezzel a Sosem volt Toszkánával beírtad magad a magyar irodalomba. Miközben én ezt nem veszem észre. Van egy debreceni professzor, remélem él még, adja az Isten, aki mikor elolvasta a könyvem, azt írta, hogy 10 000 kötetes könyvtáram van, nem csak vásárolom, olvasom is, és a Sosem volt Toszkána 10 legjobb könyvem polcára került. És akkor elgondolkodtam, hogy ki lehet a 9, akiben engem egy polcon tart, és kik, akik lemaradtak, akiket én nálam sokkal nagyobb írónak tartok. Nem a kellő szerénység mondatja velem, hanem rengeteget olvasok, tehát imádok sok-sok írót, és mind külön nálam. De valami van ebben a regényben, ami lehet, hogy úgy fogta meg őt, és pont azt adta, amiről ő maga is gondolkodott. Mondok egy érdekeset hozzá. Az egyik olvasóm megírta, hogy az apukája ugyanúgy halt meg, mint Halász Bódog, mellesleg Eszterházi Péter is hasnyálmirigyrákban, hogy halt meg. Magával hordta a Sosem volt Toszkánát. Mielőtt elárulta a családnak, hogy ő is halálos korban szenved, azelőtt mindent megcsinált, amit papíron meg kell, kitöltötte az özvegyi nyugdíj iránti kérelmét a feleségének. Csak alá kellett már írnia, majd elmondta a családnak, hogy na figyeljetek, hasnyálmirigyrákom van, és mostantól, amíg meg nem halok, csak szeressük egymást, úgy, ahogy Halász Bódogtól tanultam a Bandó könyvéből. Most ezek után mit mondjak, hogy ott vagyok-e az irodalomba, vagy nem? Érted? Tehát, hogy ha, ugye zsidó mondás, hogyha egy embert megmentesz, a világot mented meg. Én azt mondom, hogyha van egy ember, akinek olyat tudtam adni, amit mástól nem kapott, akkor már azért is megérte, mint ahogy volt egy kisfiú, akinek a nagymamája meg akarta venni a Tátos Sálett kis Sikó című könyvemet, és mondta, hogy nem, ő már nem szeret, már nem szeret olvasni. És megtanítottam rá, hogy mondtam, figyelj ide, te, amikor beszélgetsz a barátaiddal, mit csinálsz? Sztorizol. A sztori magyarul történet.
történetet meséltek. Mi írók ugyanezt csináljuk, csak nem tudunk mindenkivel leülni egyet dumálni, ezért könyvbe tesszük, hogy a világ másik végén is el tudják olvasni. És szépen kifejtjük a szavainkkal a mondandónkat. Nem véletlen használom sokszor ezt, gyerekek műsorát adom, válogasd meg a szavaidat, azaz a szókincsedből a legszebbeket használd, és ez itt is igaz. És végül a mama megvette, és akarta a kisrác, egy debreceni kisfiú, és írt nekem utána egy e-mailt, hogy nagyon tetszett, nagyon jó volt olvasni, és Bandó bácsi, ajánlj egy másik könyvet is. Na, ez a másik példa arra, hogy megéri, és igen, a szülők ne győzködjék a gyereket, hogy olvasson, hanem együtt olvassanak, és a példaadás adni fogja azt az örömöt, hogy anyukám, apukám is olvas, az valami jó lehet, én is olvasok, és a gyerek oda tapad, és ő is olvasni fog. Sok Bandót, kicsinek meg nagynak. Bárkit, vagy bármit, akit érdemes. Igen. Volt neked hajdanában, amikor mindenkinek volt névjegykártyája, és osztogatta boldog-boldogtalan, ugye mindenki vezérigazgató volt, volt egy ilyen időszak a Magyarországnak, amikor te egy olyan névjegykártyát osztogattál, hogy prolihisztor. Nem poli, most is rajta proli van. Hisztor. Ez igen, van még? Van, ez, most az utóbbin is ez van. Ez nem változott. Nem, ez a titulus. Mit jelent? Töltsük ezt meg tartalommal. Hát ugye nem munkás, de paraszt környezetből származom. Anyukám ugyan hivatalban dolgozott egy ideig a deszki tanácsnál, később a bölcsődét és az óvodát takarította reggel 6-tól 10-ig, meg délután 4-től este 8-ig. De apukám, az édesapám is paraszt származék, tehát Tápéról jött nagy családból, a föld volt a mindenük, és a nevelőapám Jóska bácsi szintén a földből élt. Tehát így, ilyen formán úgy vagyok proli, hogy alulról indulva jöttem, ami nem is baj, szerintem ez egy örök életemre haszon, tudni a szegénységet, boldog lenni a szegénységben, és én nekem boldogtalan gyerekkorról nem is tudnék mondani semmit, annak ellenére, hogy szegényen éltünk. Tehát boldogok voltunk, még így is. A másik pedig a polihisztorság, a sokféleség, azt nem tudom másképp mondani, ne haragudj érte, hogy néha interjúban is elmondtam, hogy az anyukám beleszült, azaz befizetett egy játszóházba, ahol sokféle játék van. Ez a világ az enyém. És én, ha már ide születtem, én mindegyik játékot ki akarom próbálni. A fotókiállításaim mutatják, hogy karikatúrista lettem, portrét rajzolok, matyó mintát írok, még a keresztszemes hímzét is kipróbáltam, hogy milyen nehéz azt csinálni. Van egy terítő, ami ma is megvan. A faragás a fákból, faák, plasztikák, kivágott göcsörtös ágakból. Most a Covid elején elkezdtem festeni, azóta kiállításaim voltak. És még nem tudom, hogy mi jön, de az a képzeletbeli batyú... Ez a jó mondat, még nem tudom, mi jön. Tényleg jó. Nem tudom, mert a batyút még súlyosnak érzem a hátamon, és én abból mindent ki fogok pakolni, és amíg nem pakolom ki, ez a batyú nem enged meghalni. Jó, akkor ezt nézzük másképp. Mit keresel? Mert hogy már annyi mindent találtál, de a jelek szerint ez mind kevés. Mit keresel? Föladtad a leckét a kérdéseddel, mert nem is tudom, hogy én keresgélek-e, vagy egyszerűen olyan szerencsés az életem, hogy mindenre rátalálok, ami örömet ad. Talán ez a jó válasz, ne arra úgy érte, hogy így végig gondolom. Tudnélik, amúgy mindent keresek, persze, mert amíg kíváncsi vagyok, addig maradok gyerek, mondogatom ezt mindenkinek, hogyha elveszted a kíváncsiságod, megöregedtél, és engem még most is érdekel sok minden. Most például visszamentem Várkonyi Nándor könyvéhez, a Szíriát oszlopaihoz, mert olyan fantasztikusan ír mindarról, amit ő olvasott a világ történelméből, hogy az is leköt, pedig egy ilyen vaskos könyv, és Várkonyi Nándor, akiről könyvtárat neveztek el, Pécset, egy igen jelentős személyisége volt Pécsnek. Ez is érdekel, és közben most éppen keresem a mostani háborúnak a idézőjelbe titkait azáltal, hogy újraolvasom a Fiúk cinkoporsóban című könyvet, mert olyan mondatokat találok most, ami
erre is jellemző. Tehát megpróbálom megfejteni azt, amit mondjuk így, hogy sokan elmondják, hogy az emberekben sok a gonoszság, és én nem a gonoszságot akarom, hanem az értékeket kibontani, és fölmutatni azt, hogy lehet azt, amit ránk sütnek, másképpen élni, hogy nem a gonoszságot mutatod meg, hanem a jóságot, hogy rájössz. Mondok egy példát, a születésnapomon azokat is köszöntöttem, akik barátaim épp akkor születésnapoztak. Tehát úgy jöttek a vacsora estemre, hogy ők nem tudták, hogy én most adni akarok nekik. Mindenki hozott valami célzatos ajándékot. Kértem, hogy csak piát nehogy hozzanak, mert nálunk ott áll évek óta az összes. Licitálni akartunk a boraimra, amiket őrzök 20-30 éve, mert nem került fölbontásra. De meglepődtek, hogy én vagyok az ünnepelt, és én adok. Na ez azt hiszem a válaszom, Egon, hogy lehet-e, és én azt szeretném bizonyítani, hogy lehet úgy élni, hogy úgy élem az életem, hogy van affinitásom arra, hogy adjak, és ez nem egy ilyen megjátszott dolog, hanem az ösztönökből jön. Minap a feleségem úgy jött haza, hogy a Mosolymanó Egyesülete megbeszélt, hogy egy héttagú családnak főz egy ebédet, most egész karácsonyig, minden hétvégén, és egy nagy adag csirke, aprólék levest meg, egy két nagy adag tepsivel sütött, készített, rakott krumplit, és a következő hétvégén is megcsinálja, hogy vele is jól egymásra találtunk. És akkor csak hadd idézem ide, Mácsai Palitól gyakran hallgatom azt meséld el Pistit, és abban mondja el, hogy mekkora érték. Az örkényestje. Igen, az örkényestje, hogy mekkora érték az emberi szolidaritás. Hát ez a csoda, hogy sokan meg tudják már mutatni azt, hogy valakikkel szolidárisak, vagy valamilyen üggyel. És ez kell, hogy fölmutassuk minden alkalommal, ha már élünk. Te éreztél valaha, és szükséged volt valaha ilyen érzésre, szolidaritásra? Mindenképpen. Van valami, amit fordítva mondom el, azok, akik kéregettek például Pécset a Király utcában is megfigyeltem, még amikor bejártam a Városközpontban, mostanában oda se járok már be annyit, hogy az, aki kéreget, az a másik ember szeméből tudja, hogy őtőle nyugodtan kérhetek. Tehát fölfedezi benne a jót. Fölöslegesen nem megy oda olyanhoz, akiről lepattan. Vagy egy utcazenész mellett nem tudok úgy elmenni, hogy ne dobjak oda egy pénzt, vagy ne álljak meg egy kicsit hallgatni, egyrészt megtisztelem, másrészt adott nekem valamit, és viszonzás nélkül nem. Egy érdekes sztori, ami szintén nem jellemző, elmondom neked, mással írtam meg, hogy ne az legyen, hogy hencegek vele, de itt elmondhatom, Natival ültünk egyszer, a Nyugatival átadott, van egy étterem, egy boxban. Nati pedig a lányod. Igen, Natália, négyes boxban ketten egymással szembe. És hallottuk, ilyen télies idő volt már, hogy bejött egy pár, és mondja a főúr, hogy gyertek vissza egy negyed óra múlva, majd lesz hely. És én kinyúltam oda, így elértem a boxból őket, hogy nem, sehova nem mentek. Nati átül ide, ti beültök oda. Mi nem foglalhatunk el négy helyet, miközben ők meg kimennek a idegbe. És leültek, és a srác azt mondja, hogy hát András, ez Pesten nem szokás. Na mondom, figyelj ide, mostantól már négyen vagyunk, akik másképp gondoljuk. És ez tovább terjed, és most elmondom neked, remélem, hogy lesz olyan nézőnk, aki szintén meggondolja, nincs jogom a négy helyet elfoglalni, amíg valaki kimegy, és fagyoskodva várja, hogy majd leülhessen, miközben két helyre vagyunk vendégek. Ha már Natit szóba hoztad, ugye ő kicsit követte a te pályádat más vonalon, más irányba, de végül is mégsem annyira más felől. Tehát Lárpullár társulat, hogyha valaki filmben akarja látni, akkor a Csini babában láthatja. És aztán abban is követte a pályádat, hogy lelépett a színpadról, és azt mondta, hogy akkor én most írni fogok. Meg abban is, hogy megpróbálta megtalálni azt az utat, hogy ne a kiadók mondják meg, hogy hogyan és mit csináljon, hanem majd ő saját maga a férjével. Tehát, hogy rá olyan módon hatottál valószínűleg,
lehet, hogy ezt ő másképp éli meg, és másképp mondja, nem kérdeztem, nem tudom, ami az ő pályáját, életét, sorsát meghatározó. Ezen hát egyrészt megváltoztatta, mert mindig azt mondta, hogy nem akarok olyan lenni, mint az apám, és ez minden gyerektől normális. És végigmegy a pályán. Mondat, aztán végül is mégiscsak csinálja. Másrészt én meg rettentően sajnálom, hogy csak ez az egy irány maradt meg, mert alapvetően a színpadi tehetsége, az ének tehetsége másfelé vihette volna. Tehát az ő döntése most ez, én elfogadom. Hát még dönthet máshogy. Hát lehet, hogy igen, de szerintem most már nem. Nem, letért, pálya elhagyónak számít, és a tehetsége jobb lett volna, hogyha pódiumon tartja, de ez az én de te is pálya elhagyó voltál egy minden téren. Tehát azért az elmúlt mondjuk egy-másfél évtizedben te sem humorista, kabarista, stand-upos, hanem író voltál elsősorban. Aztán most eljött ez a 75, igen. És azért csak visszamentél pódiumra. Csak nem bírtad színpadon. Hát miért? Már a 70-es születésnapomra is megírtam a Két óra múlt 70-nel című két órás közéleti este, majd jött rá másfél óra szünet után, tehát három és fél órás, nyugodtan mondhatunk, Guinness rekord műsor volt. Aztán most összeraktam mindazt, amit úgy gondolom, hogy aktuálisan még közönség elé tudok vinni. És hát az volt a szerencsém, hogy egy nappal a születésnapom előtt 11-én a Szegedi Agórába hívtak, és ott szünetmentes három órás egybe előadás volt, és azt a boldogságot, katarzis érzést, azt mindenkinek kívánom, aki valaha pódiumon volt. A végén a standing ovation, fölállva taps, és valaki elkezdte, és aztán az egész terem együtt énekelt a boldog születésnapot. Hát szóval ezt a 74. évem utolsó estéjén Szegeden megélni, ez a... És pont Szegeden. Hát Szeged neked nagyon sokat jelent, az egész ifjúságodat oda kötöd. Igen. Annak van magyarázata, hogy miért hagytad ott a színpadot? Mert voltak éppen azért ott hagytad. Jó, most vissza-vissza mész, meg itt volt ez a 75. Azért ez egy turné is volt, ha úgy tetszik. Igen, meg megy is továbbra. De hát azért ott hagytad. Ennek az volt az oka, hogy más érdekelt, vagy az volt az oka, hogy elfogyott valahogy a dolog, a levegő, a hangulat körülötted? Nem. Én valahogy úgy voltam, hogy én azzal, hogy föllépek, vagy azzal, hogy festek, vagy azzal, hogy írok, ugyanazt az örömöt élem át, eladó vagyok, de nem kínálom magam. Tehát ez az utóbbi időben jellemzővé vált, és ha hívtak, ahová még hívnak, oda mentem, ahová nem, oda nem. Na most céges rendezvények, ahol már eleve megkötés az, hogy de vigyázz, politika ne jöjjön szóba, mert üzletfeleink mindenfelől jönnek. Hát akkor végig kell gondolnom, hogy na, hogyan csináljam meg, de azért van nekem, amiben még... nincs semmi politika. De hát, de én, mivel én közéleti tartalmúnak gondolom, amit mondok. Másrészt a politika az, ha nincs jelen az életünkben, azt jelenti, hogy a polisz iránt, a város vagy az ország iránt nem is érdeklődünk. Tehát ezt nem szabad. Van egy gondolatom ehhez, amit épp a minap rágtam végig, hogy ha azt mondaná most valaki, hogy te egy ellenzéki töltetű humorista vagy, akkor azt mondnám, hogy nem. Én csak kritikus vagyok. Az ellenzék az, aki ül a parlamentben, mint ellenzék. Pártokban tömörülve ülnek az ellenzékiek. Én csak kritikus, külső szemlélő vagyok, mert ugyanúgy, ahogy a mostani kormánybarát újságírók nem bújhatnak ki a bőrükből, ha ellenzékbe kerülnek, ugyanúgy, akik most ellenzéknek szurkolók, se bújhatnak ki, attól kezdve vagy itt, vagy ott elkötelezettek maradnak. De én, mint külső szemlélő, mondjuk így, hogy a szókratészi megfigyelő, aki mindent kifogásol, fontosabb vagyok, mint az összes többi olyan, aki a legnagyobb elkötelezettséggel kampányol a saját, most éppen hatalmon lévő kormánya mellett, mert ők rosszat tesznek, mert a hibákra nem mutatnak rá. Sokkal nagyobb értékek én, hogy legyen a külső szemlélőknek, mint amilyen én vagyok, akik rámutatnak a hibákra, mert ebből lehet okulni,
abból meg semmire nem lehet jutni. Ezt szokták mondani az újságírásra, hogy a valódi újságírás az mindig a hatalmat kritizálja. Azt pöckölgeti, mert hogy azzal lehet megtudni dolgokat, azzal lehet kontrollt gyakorolni. A humorra is ezt szokták mondani. Igen. Hogy az igazi humor az mindig a hatalommal szembe megy. Ha akar, ha nem, mert hát neki ez a dolga. Meg kell találni a gyenge pontokat, és arra kell rámutatni. Te sosem gyengültél el ebben, hogy őket nem akarom annyira bántani. Hát ők voltak éppen a szívemhez egy kicsit közelebb állnak. Őket meg szívesebben, mert hát őket olyan nagyon nem szeretem. Nem, bennem nincs olyan, hogy szeretem vagy nem szeretem. Vannak dolgok, amiket nem szeretek. Most nem fogom végig sorolni, amiket én bírálok és kritizálok publicisztikáimban is, és nem arról szól, hogy ezt ki követi el, az csak egy közvetett része a dolognak, hogy éppen ki van hatalmon. Az a fontos talán, hogy úgy ostoroz, hogy megértsék, hogy én a jobbért vagyok. De tudod, Egon, a tragédia ebben az, hogy az, aki nem fúj egy követ azokkal, akik hatalmon vannak, azok mára esélytelenek maradnak, még egy elismerő szóra is. Neked ez hiányzik? Nem úgy hiányzik, hogy jaj, miért nem mondják nekem, hogy haj, de jó fej vagy, mert kritizáltad a miniszterelnököt. Erre nincsen szükségem. Nekem az a fontos, hogy azt észrevegyék, hogy a mondandóm a jóért íródik. Ha ezt nem veszik észre, akkor van gond. De mivel kategórikusan félreállnak, ellépnek amellől, hogy ezt észlelni akarják, ezért esélytelen, hogy jó helyre jutnak a mondandók. Azt én jól érzékelem, hogy hajdanában a Kádár korszakban, amikor te a pályádat kezdted, ahol a humorfesztivált megnyerted, ahol szilveszteri tévéműsorokat csináltál, ott sokkal inkább egy poénon tudott nevetni egy egész ország, még akkor is, ha az egyik pártitkár volt, a másik meg nem, mint ahogyan ez ma működik, amikor mindenki azt keresi, hogy a másik hova áll. Azért, amiket mostanában csinálok, ez a Bandó 75 című műsor, azért jó, hogy így van, mert a humor összetartó ereje ebből az estből sugárzik, és nem tudom, hogy a nézőtéren hova tartozók ülnek. Akkor ez még működik ma is? Működik, de olyan oldalágai vannak az előadásaimnak, amelyek utalnak arra, hogy én hogyan gondolkodom, de nem nem viszem effektív a színpadra mindazt, ami mindig a jó humor bosszúból, dűből, méregből indul, de a mérget úgy vezetjük le, hogy átváltoztatjuk szatírává, humorossá, és akkor mindjárt nem azt érzik, hogy te most bosszankodsz, hanem azt érzik belőle, hogy morgolódsz, amit már a rómaiak is jogként kezeltek. És ha együtt nevetünk ezen, a te morgásodon, ahogy ez átváltozik humorrá, akkor van egy közös élményünk, ami mindannyiunké. Igen, régen nagyon rossz volt ez a... Bocsáss meg. Mondjad. Régen nagyon rossz volt ez a megközelítés, hogy ti szelep voltatok, mert leengedtétek a szerepet. Nem. Amikor odaállsz egy benzinkúthoz, hogy ellenőrizd a nyomást, akkor nem föltétlen befelé nyomsz, van, mikor kifelé is engedsz belőle, de a lényeg, hogy megfelelő legyen a kerékben a nyomás. Valahogy így van ez, hogy semmi köze a szelephez, inkább az, hogy mindig jó legyen, hogy jól guruljunk. És ezt tartom, metaforikusan jelzem, ezt tartom fontosnak. Neked mellett... jelentett korlátot, hogy rólad azért azt lehet tudni, hogy nem vagy kormánypárti? Korlátot nem jelent. Mindig úgy gondolkodom, hogy nem határozhatja meg senki, hogy mi a véleményem a hazugságról, a lopásról, a gonoszságról, a tisztességtelenségről. Ha ezt mások határoznák meg, akkor én is úgy csinálnék, mint a kormány, hogy közvélemény kutatok, és majd azt szerint megyek, ami nekem a legjobb. Amikor ír az ember, főleg publicisztikát, mondandót akar elmondani, magyarán véleményt formálok, és véleményt mondok, ez történik a színpadon, vagy írva is ezt képviselem, akkor nem veszek számításba semmi mást, csak hogy gondolkodom arról a valamiről, amiről írni szándékozok. És az már csak egy része a dolognak, hogy olyan formába tudjam önteni,
amelyik kikezdhetetlen, és ráadásul furcsa, bandós gondolkodást is takar. Te változatlan vagy? Ezt azért kérdezem, már politikai értelemben azért kérdezem, mert te magad mesélted, hogy 2010-ben egy szavazatot adtál a fideszes jelölt. Igen. Aztán 2014-ben LMP-s képviselőjelölt voltál, és most meg a legutóbbi kampányban az MMM mozgalom támogatói, ilyen módon Márki-Zay Péter támogatója voltál. Sőt, talán tagja is a mozgalomnak. Nem. Jelképesen. Jelképesen. Tehát ilyen... De ez ugyanaz a bandó? Ugyanaz. Nézd, ugye, hogyha most azt mondom, hogy előttem áll egy ember, akinek tiszta a tekintete, aki a számomra addig, amíg nem változik semmi a jellemét illetően, azt tükrözi, hogy így kell megszólalni egy olyan embernek, akit én elfogadok olyannak, hogy rábíznám a sorsunkat, nem akarok változtatni rajta. Amikor az LMP-t segítettem, akkor is úgy gondolkodtam, hogy a Schiffer gondolkodása az olyasmi, amit én olyanfajta idézőjelbe középutasnak tartok, amely nem kímél jobbra-balra se senkit és semmit. Ezt még a Márki-Zaynál is érzem és éreztem, tehát amikor a szimpátiámat kifejezem, akkor efféle emberi értékekre alapozom. De azért próbálok és maradok párton kívüli, úgy, ahogy a múlt rendszerben se lettem párttag, és nem is leszek soha, mert attól kezdve, hogy egy párt tagja vagyok, attól kezdve nem az önálló gondolkodásom viszem a színre, vagy írom meg, hanem már befolyásolva vagyok egy közösség által, hiszen a közösség értékeivel azonosulunk. Igen, az meg is köt egyúttal, persze. A Rádiókabaréban mikor hívtak téged utoljára? Nem hívtak, de utoljára szerintem úgy 10-12 éve lehettem még a rendszerváltás előtti évben. Ez is egy rendszerváltás volt? 2010? Hát körülbelül, igen. És nem hiányzik? Nem érzed úgy, hogy neked ott dolgod lenne? Annyira nem. Sőt, azt mondom, hogy mivel már annak idején is egy külön kis dolgozatot, egy oldalast írtam a Szabadságról, és ez lement a Kabaréban, ezért azt a Szabadságot, amit kivívtam magamnak, hogy bár a rádióban is volt két alapvetés, hogy annak idején, hogy nem kérdőjelezhettük, ezt én nem tudtam, csak később, nem kérdőjelezhettük meg az orosz csapatok hitlétét, meg az egypártrendszert. Gondolom, ezt Marton Finisnek megmondták, hogy ez az elfett. Igen, tehát ez ma is így van a közrádióban, az egypártrendszer ugyanúgy megmaradt. A lényeg, hogy én akkor pontosan tudtam azt, hogy a önálló estjeimben viszont mindent, amit lehet, el akarok mondani. És ezért volt jó nekem, hogy az egész országot bejártam, és ott lehettem a nagyobb településeken, kisebb falvakban is, vagy elmondhattam, amit gondolok, hiszen sportcsarnokok teltek meg rám, Erkel Színház dupla előadások mentek 4 éven keresztül. Tehát nagyon sokan voltak kíváncsiak a véleményemre, meg hallgattak meg, és megint csak azt mondom, hogy azzal, amit ott ezeket félresöpörve elmondhattam, az azt jelenti, hogy kiteljesítettem azt, hogy igen, élek a szólásszabadság jogával, senki nem rettenthet el engem. Ez a két gyűrű, amit ide letettél az asztalra, és hát ki van nyitva a doboz, úgyhogy valamit nyilván jelképez ez. Hát az egyik a karinti gyűrű. A karinti gyűrű, az pont a Rádiókabaréhoz köthető. 88-ban kaptam meg, a másik pedig az ambasszádor gyűrű, amelyet a pécsi ambasszádó klubosok adtak. Azért fontos, mert az egyik szakmai elismerés a 88-as évig, 82-től 88-ig a legtermékenyebb voltam a Rádiókabaréban, bár viszonylag korán kaptam meg, de lehet, hogy időben. A másik pedig díjazták, úgy mondták el, hogy az életművemet és a humanizmust, amit képviselek, és mind a kettő érték. Más ilyenfajta elismeréseim is vannak a Nagycsaládosok Egyesületétől, az Aranybölcsős díj, akiknek több milliós értékben adtam könyveimből a gyerekeknek, a sok gyereknek van az Afel Andra díj, amelyik szintén életműdíj,
meg van a literatúra díj, ami irodalmi életműdíj, tehát sok minden, ami, hát meg a két legfontosabb szerintem a hajléktalan emberért díj és az aranyszálma száll a hajléktalanokért, amit Iványi Gábor régtől és előtte Becsei Miklós régtől, illetve utólag megkaptam, és ezek azok a kis kilométerkarók, amelyek az egész pályámon, hogy mondjam, jókor jöttek, és erősítésként is tudhattam utána magam. Kellenek ezek a hivatalosnak tűnő visszajelzések, hogy vannak szervezetek, amelyek adnak díjat, és ha adnak díjat, akkor azt mondják, hogy hát a Bandónak. Az a jó ebben, hogy vannak közösségek, talán így a legjobb, akik értékelik azt a munkát, munka is idézőjeles, mert ezt nem munkaként teszem, hanem örömszerzés is, amit én tettem vagy teszek, és hogyha ezt egy elismerésnek tekintem inkább, nem is díjnak, mert az a jobb szó, hogy elismerem azt, hogy amit csináltál, az itt, meg ott, meg amott, meg ezért, meg amazért fontos volt. Úgyhogy ezt így nyugtázom. Volt az életedben egy olyan történet, amit utóbb tudott meg a nyilvánosság, szerintem egyébként a legközvetlenebb környezeted is, és engem megtiszteltél itt azzal, hogy gyakorlatilag itt jelentetted be, hogy neked született egy kislányod, Vendolin, aki most már nem annyira pici lány. Ajaj. Hány éves? 12 elmúlt, igen. Májusban, és 168 cm, 90 dekásból. A pici lány. Igen. És hát az akkor óriási bulvárszenzáció volt, mert hogy egyúttal megkérdőjelezett sok mindent, amit addig gondoltak a példás családi életet élő Nagybandó Andrásról, aki Orfűn, az egykori polgármesterként ott él szerettei körében. Azt te hogy élted meg, hogy egy ország kezdett el csámsogni azon, hogy mi van veled? Mivel nem lebuktam, hanem előálltam, ez rám jellemző minden tekintetben, ezt a Ritával is megbeszéltük, történt egy olyan változás az életemben, ami ezt a sorsfordulót hozta, és ha így van, akkor azt vállalni kell. Egyrészt ezzel tartoztam mindkettőnknek, a szeretetünknek, a szerelmünknek is, és ezzel tartoztam a kislányomnak is, Gwendolinnak. Nagyon sokan voltak, akik pozitívan értékelték, mert voltak olyan példák, amikor kibújtak a felelősség alól olyan férfiak, akik szintén hasonlóan átestek. Azóta is teljesen normális kapcsolatom van a Julival, a volt feleségemmel. Nemrég együtt voltunk Ritával, vele is a Hanna, az unokám szalagavatóján, ő egy társaságban, és én abszolút nem tartom abnormálisnak azt, hiszen ha végignézzük az egész országot, hogy hány elvált család van, hány férfeleség keresett más utat, a szeretet akkor is előbújhat, ha nem együtt töltjük azokat az éveket, amelyek még hátra így vannak. Így vagytok egymással? Hogy így vagyunk? A volt feleségeddel. Ti most normális, ezt így élitek el? Tök normális a kapcsolatunk. Születésnapokon, karácsonykor is köszöntjük egymást. Volt, hogy ajándékot küldtem, egy festményemet a Julinak, stb. Tehát én azt hiszem, hogy ez... Őt megfestetted? Már sok portrét festesz. Őt megfestetted? Hát a hajléktalanokat festettem. Hát nem csak azokat. De többnyire igen. Hát Eszterházit, Márait megfestettem, na, meg még néhányat azok közül, akiket tisztelek, szeretek. De a család arcait még nem mertem megfesteni. Ők számon kérik. De a Natinak festettem egyet 2 éve a születésnapjára. Egy fotójáról az volt a meglepő. Elégedett volt? Elégedett, igen. De most már azt hiszem, hogy Gwendolint is meg kell festenem, meg Ritát is. Hát valószínűleg így már jár nekik. Igen. Szóval te ezen te jól túlléptél, vagy tovább léptem, és tovább léptél. Igen, igen. Az, hogy van 3 lányod, 3 különböző korszakodból, 3 különböző életkorodból, élethelyzetedből, bölcsességedből, az 3 különbözőképpen nevelt gyereket is jelent?
Nem, hát hogy sokan, hogy értsék a harmadikat, még a házasság előtt született Mónika, aki az anyukájával élt, és mivel én egy évre rá már házas voltam, és a Nati megszületett, vele nem alakult ki olyan szoros kapcsolatunk, mint ahogy kialakulhatott volna, de a későbbi apa-lány kapcsolat fölépült. Mostanában ebből egy kicsit szűkén vagyunk, visszaköltözött Szegvárra. Natival együtt töltöttük a leghosszabb időt, tehát ott megint csak más alakult ki, és most egy nagyon érdekes, hogy egyszerre vagyok Hannával, ugye úgy kapcsolatban, hogy nagyapa vagyok, ő 18 éves, Nati lánya, és itt van Gwendolyn 12 évesen, ők szinte testvérként szeretik egymást, de annyira rövid ez az életegon ahhoz, hogy ne a szeretetet, hanem valami teljesen más, rossz állapotot éljünk meg, hogy ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak. Azzal kezdtük, hogy írsz, és én tudom, hogy írsz egy naplót, ami egészen különleges, mert az nem a te naplód, az a lányod, Gwendolyn naplója. Igen, de a Natinál is írtam, csak ott kézzel, de egy ilyen adag A8-as füzet van elé. Most? Nála? Ott van most nálam, mert a Nati nem tudja, hogy hol őrizze, azt mondta, inkább nálam legyen. Abba is sok minden rögzítve van, a himlő oltásaitól kezdve utolsó papírpelenka darab is beragasztva, az első levágott hajtincse. Igen, de amikor Natinak írtad, még nem voltál író. Amikor Gwendolynnak írsz, akkor íróként írsz másképp. Hát ez naponta új gyakorlat. Hát egyrészt, másrészt másképp írsz. Tehát úgy írsz, hogy hát ezt majd akkor kiadjuk esetleg? Van benne nem ilyen? Így írom, nem, de azt szeretném, hogyha, mivel 2 éves kora óta írom 1200 oldal kicsi betűkkel, és egyes sor közel, szóval ez rengeteg. Jaj, iszonyat. Rengeteg. Igen, abba bízom, hogy a Gwendolyn egy olyan pályára kerül, ami közel áll az íráshoz. Egyébként ebben a mögöttem az életben is benne van két apa és anya jellemző írása, dolgozatként írta, és nemrégiben meséket is írt, és verset is írt már, tehát elképzelhető, hogy ez a pálya lesz az ővé, ezt nem lehet tudni. Ilyen fura, hogy akkor... ilyen erősen hatsz a lányaidra. Igen, átmennek a gének, hogy a csodába. Most is gyakran együtt rajzolunk, együtt festünk, tehát ez is egy nagy öröm, de semmi erőszak ebben nincs, csak ott látja a példát, és amikor mondja, hogy apuci, bemehetek hozzád, rajzoljunk együtt, és az asztal vége az övé, amott az enyém, és akkor egy-egy témát kiválasztunk. Amikor olyat rajzolunk, hogy én egy vonalat, te egy vonalat, és ami kijön belőle, tehát egy közös játék is, de öröklődnek a génekből a legfontosabbak biztosan. Ettől függetlenül semmi irányítás, inkább talán az a legjobb szó, hogy annyiféle jó példát lát, hogy valamelyik felé talán elindul, és ha ezt a naplót ő majd úgy olvassa már felnőttként, hogy milyen voltam kicsinek, akkor lehet, hogy az lenne jó, ha úgy írná meg, hogy így látta az apám, de hát ez nem így volt. És ő megírná azt, hogy ő azt hogy élte meg. És az én naplomból idézne, és megírná, hogy ő felnőttként hogyan látja azt a néhány momentumot. Ez nagyon érdekes. Szerkeszted már ezt a könyvet. Igen, én szerkeztem, de nem helyettem. Nagy kamus vagy. Az a címe a könyvednek, hogy mögöttem az élet, de hát ez nem igaz. Annyiból igaz, hogy... Mögötted 75 év, de hát az nem az élet. Igen, de hát most vagy szembenézünk vele, vagy nem. Beletettem egy cetlit, ezt nem hagyom ki, hogy nem mutassam meg neked. Akkor ezzel úgy járunk, mint a gyűrűvel. Ha nem, már itt van, akkor muszáj. De igen, ha már ott van a pisztoly a falon. Szóval azt írtam az Úton útvélen című könyvben vége felé, hogy nem vagyok egy Nagy Endre, de talán még lehetek Nagy Bandó. És amit utána írtam, ma még tele vagyok ötletekkel, ez volt 86-ban, de tudom, idő múltán kifulladok. Fel kell készülnöm a szűkösebb évekre, és arra, amikor nem ez lesz a legfontosabb, inkább a csönd, az olvasás, a gondolkodás, feltöltődés. És milyen érdekes, olyan, mintha egyfajta megsejtése lett volna annak, vagy tudása, hogy akár a humor megkophat, humor érzék nem, de a vágy, hogy humorban mondjak-e valamit, megkophat, és talán
mindaz, ahogy most mi beszélgetünk, és milyen kár, hogy csak így beszélgetünk, össze kéne néha csak úgy jönni, és annyi mindent ki tud az ember bontani, de hasznossá válhat így egy beszélgetés, mert most veled megint úgy vagyok, mint amit szeretek a televíziózásban, hogy üljünk már be oda a Mari néni meg a Jóska bácsi mellé a szobába, és úgy beszélgessünk együtt, hogy ők is beleszólnak. Már remélem, hogy ők is ígérik ezt meg. És ez, amit írtam, hogy örülök, hogy látok még, hogy olvashatok, örülök, hogy még érdekelnek a könyvek, és töltődni akarok, hogy még kíváncsi vagyok, és tanulni akarok, és nem adom föl, tehát csiszolni az agyat, és mellette fizikálisan is edzem magam. Én most a VB-t is úgy nézem, hogy én közben súlyzózok. Azt hittem futszalabdával. Jobbra-balra nyomom a két gömbvégű fámat, átmegyek a csilire. Három éve mennyit kezdtem. Edzel? Hogy mennyit edzel? Hát ez ilyen 2-3 óra, de közben megy a meccs, és én nem ülök le meccset nézni, mert az egy luxus, hogy én ülök és nézem, hogy fociznak. Elmegyek az asztalom mögé, ott van a csili, rátérdelek, a hasizom erősítőt. 3 éve kezdtem el, és már 372 000 van mögöttem ilyen húzásból. Ezt is írod? Persze, én mindent írok. Mindent. Ez egy külön napló. Ezt hát ki fogsz érteni? Az a joga van. De azért, mert... Mit írsz még? Na, jó. Mit írok még? Tulajdonképpen... Van a lányod naplója, az edzés naplód, a könyveid, a verseid. Igen. Vannak még ilyen mindenféle jegyzetek? Nézd, mivel a Facebookon is ott vagyok, és azt azért hadd mondjam el, hogy most már lassan csak a bandó.hu létezik, mert a könyveit már terjesztésbe se akarom bevinni, mert olyan magasan járnak a százalékok, hogy én a bandó.hu nem népszerűsítési, hanem a ottani jelenlétemben is dolgozom, és nemrég odaírtam egy verset, amit az advent első gyertyájakor írtam. És ez is egy üzenet, hogy másképpen is lehet, vagy például, hogy elvesztettem a házi orvosomat, Antal Andrást, róla is írtam egy verset, azt is kitettem, és így mindazok, akik ismerőseim, együtt gyászoltuk meg Andrást. Tehát ezek a idézőjelben véletlen, vagy a váratlan hozta témák is megmozdítanak, és nem bírod cselekvés nélkül. Meg hát a publicisztikákat írom, mert az is fontos. Azt mondtad, hajdanában 100 évig akarsz élni. Ezt gondolom most sem változott. Nem változott. Akkor van még 25. Mivel fogod tölteni? Hát veled itt beszélgetünk. 25 évig jó. De nem úgy. Beszéljük meg azt, hogy majd amikor 100 éves azt leszel, mondom, akkor visszanézünk erre a 25-re. De csak nézünk. Hát beszélünk. Csak meghívsz ide 100. Tudunk, hát hány leszel, mikor én 100 leszek? Na várj, az mikor 25 év múlva? 85. Na, hát akkor még csak csinálod ezt. Remélem. Na, azért mondom. Hát ha a nézők elviselik. Na jó, de komolyan, hogy pillanatra forduljunk komolyra. Ha a következő 25 évet meg kell tervezned, nyilván egy kicsikét sodródtál, mert hogy nem gondoltad azt sem, hogy festeni fogsz megint, aztán megint igen festesz. De akkor most hogy látod magad? Hogy mi lesz? Mi lesz a következő 25 évben a feladatod? Egyrészt boldog vagyok, hogy felnőtt, majdnem felnőttnek látom a kicsi lányom. Tehát ez már egy alapboldogság. Hogy, ettől féltél, ugye, hogy nem lesz időd erre? Igen, szegény Székely Jóska hamarabb ment el, mint hogy tinédzserré nőtt volna a kislánya, és ez azóta is itt vibrál az agyamban. Nyugodjon békében a Jóska. Vele írtunk közösen teniszkönyvet, és már nem látta meg a kiadott könyvet, azért is sajnálom. Egyrészt ez már nagy öröm. Másrészt én nem akarom azt, hogy fiatal nőként kelljen gyászolni a Ritának engem. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy úgy élni, és ebben benne van a napi fizikális edzés, az agytorna, az, hogy szellemileg friss maradjak, és ez talán ez a legfontosabb cél, hogy úgy éljek, ha már élek, akkor úgy éljek, hogy még tudjak örömet adni, szerethető maradjak, ne váljak gonosszá, mert az öregség egy kicsit kikezdi ezt az érzést. Másrészt én magam is szeretni tudjak embereket. Egyre fontosabbak a barátaim. Ezt halál komolyan mondom. Kikövetelem a barátságokat ott, ahol elfeledkeznek magukról, hogy, vagy ha én elfelejtek, ezerszer kérek bocsánatot, hogy bocs, elfelejtettem, hogy ma van a szülinapod, vagy névnapod, vagy bármi. Nagyon-nagyon fontos, és mivel
még az utóbbi években is mellém jöttek olyanok, akik most lettek barátaim, pedig későn már nem jönnek, ezért mondhatom azt, hogy barátságban gazdag életet szeretnék, talán több időt fordítani egymásra, de azért nehéz ez, mert közben meg van, mikor reggeltől estig ülök a kis teraszunkon és festek, de ki tudnak jönni oda a Ritáék is, leülnek, beszélgetünk közben, zenét hallgatok, és nem, talán az a legfontosabb, hogy maradjon meg a látásom, az egészségem, és ez mind azért, hogy akik körülöttem vannak, ugyanazt a bandót kapják, és ugyanazokat az érzelmeket, érzéseket élhessük át együtt. Mint legyen így, én ezt kívánom volta. Neked. Meg hát akkor 25 év múlva folytatjuk ezt én a beszélgetést, hogy de remélem, hogy addig találkozunk még. Biztosan. Köszönöm, hogy Isten éltessen a születésnapodat. Nagyon szépen, picit köszönöm. Megcsúsztunk vele, de még aktuális talán is. Köszönöm, biztos. Hogy itt voltál. Köszönöm nagyon én is. Nagy Bandó András volt a vendégünk az elmúlt majd egy órában. Örülök, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is. Minden jót.